Az alsó és felsőház története. Jártál már a magyar parlament épületében? Ha igen, biztos emlékszel rá, hogy két egymással megegyező méretű ülésterem található benne, mivel amikor az országház épült, még két kamarás rendszer működött Magyarországon, azaz két külön testületben folyt a törvényhozó munka. Ahhoz, hogy megértsük a két kamarás rendszer működését és a törvényhozásban betöltött szerepét, vissza kell utaznunk egy kicsit az időben. Az első országgyűléseket a 13. század második felétől a Pest melletti Rákos mezőn tartották, ami nagyjából a mai Kiskörúttól a Rákos patakig húzódott. Szükség is volt ekkora területre, hiszen ekkoriban még az ország összes köznemese személyesen vehetett részt az országgyűlésen. A főpapokból és főurakból szerveződött úgynevezett királyi tanács viszont külön, a király mellett legtöbbször Budán tanácskozott. A két kamarás rendszer gyökereit tehát ebben a két testületben találhatjuk. Az országgyűlés felépítését II. Mátyás koronázása után rögzítették törvényben, 1608-ban. Ekkorra már kialakult az a gyakorlat, hogy a köznemesek nem személyesen jelentek meg az országgyűlésen, hanem megválasztott követek útján képviseltették magukat és vármegyéjüket. A köznemesek gyűlését innentől alsó táblának nevezzük. Itt a vármegyék követein kívül a polgárság és az alsó papság rendjének követei üléseztek. Az egykori királyi tanácsból pedig kialakult a felső tábla, ahol születés vagy hivatal alapján a főrendek voltak jelen. Ezt a felépítést nevezzük rendi országgyűlésnek, hiszen a különböző rendek képviseltették ott magukat. A reformkorban a felső tábla egyfajta fékként funkcionált, hiszen általában a főrendek konzervatívabb, udvarhű álláspontot képviseltek. Miután a török sereg 1541-ben elfoglalta Budát, pár alkalomtól eltekintve egészen 1848-ig Pozsonyban tartottak országgyűléseket. Ahhoz, hogy egy olyan reform végbe mehessen, ami magát az országgyűlés felépítését is megváltoztatta, forradalom kellett 1848-ban. Ennek eredményeképp születtek meg az áprilisi törvények, melynek keretében létrejött a népképviseleti országgyűlés intézménye. A népképviselet azt jelenti, hogy megszűnt a korábbi rendi berendezkedés, és immáron az egész nép érdekei az országgyűlés elé kerülhettek, nem csak a rendeké. Az egykori alsó táblán követek helyett ugyanis képviselők foglaltak helyet, akiket a választójogi cenzusnak megfelelő férfi lakosság választott meg. Az alsó táblát ettől kezdve ezért képviselőháznak nevezzük. A felső tábla neve főrendi házra változott. Szerepe és jelentősége a dualizmus korszaka alatt azonban egyre csökkent. A hangsúly a képviselőházra tevődött át. Az első népképviseleti országgyűlés 1848. július 5-én ült össze Pesten, sokáig azonban nem működhetett a szabadságharc alakulása miatt. A szabadságharc leverése után az uralkodó sokáig nem hívott össze országgyűlést. Az 1867-ben megszülető dualista rendszerben mind az osztrák, mind a magyar fél önálló törvényhozással rendelkezett. A Magyarországgyűlés az 1848-as népképviseleti alapon kezdhette meg újra működését Pesten. Az országgyűlésnek viszont még mindig nem volt saját épülete. A felsőház a Nemzeti Múzeumban, a képviselőház pedig a mellette lévő Sándor utcai idéglenes képviselőházban ülésezett. 1885-ben kezdték el építeni a mai országházat, ahova 1902-ben költözhetett be a törvényhozó testület. Mivel az országgyűlés ekkor két kamarás rendszerben működött, két méretében teljesen megegyező üléstermet alakítottak itt ki. 1920 és 1927 között a törvényhozás egy kamarás rendszerben működött, a testületet pedig nemzetgyűlésnek nevezték, ezzel is utalva az idéglenes jellegére. A felsőház kérdésére 1926-ban tértek újra vissza. Bár létjogosultságát többségében elismerték, összetételéről heves viták folytak. Voltak, akik az első világháború előtti állapotot akarták visszaállítani, még mások a demokratizálás jegyében részben választott képviselőket láttak volna szívesen. Az országgyűlés második kamaráját végül 1927-ben állították vissza felsőház néven, utalva ezzel arra, hogy elhatárolódnak korábbi rendi jellegétől.
Részben ugyanis megőrzött vonásokat a dualizmus kori felépítéséből, de a hangsúlyt a reformra helyezték. A tagok egy részét a megyék, városok és különböző intézmények által választott képviselők tették ki. Voltak olyanok is, akik az általuk viselt hivatal alapján kerültek be, például az egyházi vezetők vagy éppen a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Helyet kaptak azonban a régi arisztokrata családok által választott tagok, és olyan politikusok, tudósok és művészek is, akiket érdemeik alapján az államfői tisztséget viselő kormányzó nevezett ki. Habár a felsőház egyszerre szolgált fékként és szakértői testületként, heves vitákra és ellenállásra nem került sor. A politikai kérdések továbbra is a képviselőházban dőltek el. A II. Világháború után a törvényhozás gyökeres változáson ment keresztül. Általánosan elfogadott volt, hogy az országgyűlés egykamarás rendszerben működjön tovább, nemzetgyűlés néven. A kommunista párt viszont fokozatosan egypárti diktatúrát épített ki, így bár az országgyűlés látszólag folytatta munkáját, korábbi szerepét szinte teljesen elvesztette. Az ország sorsát érintő döntések egészen a rendszerváltoztatásig a pártközpontban születtek meg. Habár hosszas viták folytak róla, az országgyűlés 1990-ben sem nyerte vissza hagyományos, kétkamarás szerkezetét. A képviselők így máig egy testületben üléseznek, melynek színhelye a parlament képviselőházi ülésterme. Nem mindenhol van ám ez így. Számos országban ma is kétkamarás rendszer működik, az Európai Unió 27 tagállama közül is 12-ben. Ennek oka lehet a hagyományok tisztelete vagy az állam felépítése is. A szövetségi úgynevezett föderatív államokban, mint például az Amerikai Egyesült Államokban vagy Németországban, az egyes tagállamok képviselete valósul meg a második kamarában. Máshol a különböző történeti vagy közigazgatási régiók kapnak benne helyet, erre példa Spanyolország vagy Franciaország. Vannak olyan országok, ahol a különböző társadalmi és szakmai csoportok vesznek részt így módon a törvényhozói munkában, úgy mint Írországban vagy Szlovéniában. Illetve több olyan államra is találunk példát, ahol nagyrészt hasonlóan népképviseleti alapon választódik a második kamara is. Például Csehországban, Romániában vagy éppen Lengyelországban. A legtöbb esetben azonban ezek az elvek már egymás mellett léteznek. Ebből is, és a Magyarországgyűlés fejlődéséből is látszik, hogy egy-egy ország parlamentjének felépítését bizony sok-sok tényező befolyásolhatja.